akiket az idő igazol. Stabil cégek Székelyföldön a 90-es évek óta. Bemutatkozik a Leko Impex Kft. Akiket az idő igazol mai vendégem, nem más, mint Fodor Vencel, a Leko Impex operációs igazgatója és társvezetője. Szép jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Talán indítsuk onnan a beszélgetést, hogy mivel is foglalkozik a Leko Impex, mit kell tudni önökről? A Leko Impex az egy 30 éve működő sikeres vállalkozás, amely ipari és mezőgazdasági karbantartási alkatrészeket, mezőgazdasági gépeket és ezekhez szervizt biztosít. Hogyha jól tudom, akkor 1992-t írtunk akkor, amikor a Leko Impex elindult. Igen, pontosan. És azóta bővült folyamatosan, most már cégcsoporttá nőtte ki magát. Mely cégek tartoznak még a Leko Impexhez? A Leko Impex cégcsoporthoz tartozik a Leko Impex Szerv, amely karbantartási szervizt biztosít, és 2022. januárjától a csíkszeredai székhelyű Metrolex cég is a cégcsoporthoz tartozik. Mit kell tudni a csíkszeredai Metrolex cégről? A Metrolex cégről azt kell tudni, hogy immár 22 éves múlttal rendelkező vállalkozás, amelynek Csíkszeredában van a székhelye, de Udvarhelyen is van egy munkapontja. Hasonló a Lekóhoz, ipari szférában működik, és itt alkatrészeket és úgy szervizt biztosít, és a felvásárlás következtében ki akarjuk bővíteni a tevékenységet a mezőgazdaságra is. Hogyha esetleg így haladunk az időbe, és a hitvallás az értékek tulajdonságairól kérdeznénk, akkor melyek lennének azok, amik a Leko Impex cégcsoportot jellemzik hitvallás és értékek szempontjából? Hát a cégvezetőség és ugyanúgykor a teljes kollektíva is mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetett a hosszú távú gondolkodásra, a megbízhatóságra és a komolyságra. Ezek akkor a hitvallások és az értékek, ami alapján működik a Leko Impex. Igen, pontosan. 30 éve ezek vezérlik mindennapi tevékenységünket. Az elmúlt 30 év alatt, hát gondolom rengeteg sikerről lehet beszámolni. Melyek lennének ezek a sikerek, amiket adott esetben megemlítene, vagy amik nagyon fontos szerepet töltöttek be abba, hogy 30 éven keresztül fent legyenek, és adott esetben a vásárlóiknak minőségi árut tudjanak szolgáltatni? Hát erre a kérdésre válasz az az elsődleges válaszom, hogy hál' Istennek nagyon sok ilyen sikersztori van, és így kimondottan nem is tudnák kiemelni egyet sem, de mivel havonta rengeteg klienssel állunk kapcsolatban, most ez a kliensek lehetnek egy egyszerű magánszemélytől óriási gyárakig, és nem egyszer volt már olyan eset, amikor a kliens azt mondta, hogy köszönjük szépen, hogy létezik a Leko, mert ki tudtuk segíteni egy olyan bajában, amiben nem volt már kihez forduljon, és tudta, hogy ha Lekohoz jön, akkor ott Lekohoz, vagy most már a Metrolexhez is, ha jön, akkor ott megkapják a választ a helyzetére, a bajára. Azt hiszem, hogy a kliensektől érkező visszajelzés a legnagyobb siker. Hogyha a kliens elégedett, akkor az azt jelenti, hogy önök is jól végzik a munkájukat. Igen, igen, hát ugye kliensorientált vállalkozás vagyunk, de ebben nagy segítségünkre áll a csapat, aki minden nap oda teszi magát maximálisan, hogy ezeket a hitvallásainkat véghez is tudjuk vinni, és ugyanezt az értéket és ezt a hozzáadást találtuk a Metrolex csapatában is, és ezért volt könnyű ez az átállás, és ez a közös jövő fele való elindulás. Hogyha meg kellene fogalmazni azt, hogy mi a siker, akkor az önök vállalkozására nézve mi lenne ennek a megfogalmazása? Hát ugye azt szokták mondani, hogy egy cég életében három fontos tényező van. A kliensek, az alkalmazottak és a tulajdonos kör, vagy tulajdonos. És ha azt tudjuk mondani, hogy egyszerre mindhárom elégedett, akkor
akkor ezt egy sikernek tudjuk elkönyvelni, és mi úgy érezzük, hogy elégedett és odaadó munkatársaink vannak, elégedett és visszatérő klienseink, és a nap végén elégedett tulajdonosi kör is. Hogyha adott esetben arról faggatnám, hogy minek köszönhetik önök a sikerüket, akkor ezeknek a tényezőknek? Hát nagy részben igen. És hogyha a siker után a titokról faggatjuk, mert hát ugye hallottuk, sikeres a Lekó. Viszont vannak fiatal vállalkozók, akik adott esetben mindig az ilyen nagy, sikeres vállalkozásokat nézik, és irigykedve gondolkodnak azon, hogy vajon mi a titok, hogy 30 éve fenn vannak, sikeresek, és adott esetben meg tudták állni helyüket a piacon. Én is ilyet szeretnék. Kezdő vállalkozóknak mit mondana? Mi a titok, vagy mi a Lekó titka? Hát egyik legfontosabb tényező az a kitartás. Ugye ezt halljuk nap, mint nap, hogy a fiatal generációnak nincs türelme, nagyon gyorsan akar sikereket elérni, de azt tudom ajánlani, hogy kitartó és hosszú távú gondolkodással lehet ezt elérni. Persze vannak kivételek, ezek az új bizniszek, amik évről évre megduplázzák, megtriplázzák egymást, de ezek ritka esetek. És még mindig a nagy része a bizniszeknek azok a kemény munkára alapoznak, a kitartó és előre vetítő gondolkodásmódra, és a jó csapatra persze. Hogyha adott esetben tanács kellene a jövő generációnak a kitartáson túl, még mit tudna mondani, hogy hogyan induljanak el, milyen célokat fogalmazzanak meg, adott esetben az első kudarcnál nem kell feladni, hogyan lehet tovább lendülni? Hát igen, hogy azt szokták mondani, hogy nem az a baj, hogy hányszor esünk el, hanem hogy hányszor tudunk sikeresen felállni az esés után. És ugye, ha nagy sikeres vállalkozásokat világszerte megnézzük, akkor mindegyiknek a háta mögött több kudarc is áll, addig, ameddig az alapító vagy alapítók megkapták azt a sikeres formulát, ami berobbantotta a vállalkozásukat. És ezt ajánlom a fiatal vállalkozóknak is, hogy merjenek nagyot álmodni, és mindig maximálisan éljenek az álmuknak, és maximális odaadással legyenek ez iránt nap, mint nap. Hogyha megnézzük a Lekót, akkor ez egy jó kis sikerrecept lehet, úgyhogy kedves fiatal vállalkozók, fogadjátok meg ezeket a szavakat, mert egy 30 éves vállalkozást tudtok felépíteni, hogyha megfogadjátok az ilyen jó tanácsokat, amik olyanoktól jönnek, akiknek azért már van múltjuk vállalkozásokban. Hogyha generációváltásról beszélünk, 30 éve már ugye van a Lekó, azóta bővült cégcsoportá nőtte ki magát. Generációváltás történt-e azóta, amióta megalakult 92-ben a cégcsoport? Igen, a Lekó cégcsoportban pont most zajlik egy generációváltás, ami nem egyik napról a másikra, hanem ez egy több éves betervezett folyamat. Ugye a Lekó cégcsoportra jellemzők ezek a hosszú távra, közép-hosszú távra betervezett változások. És ugye pont most zajlik. Van-e nehézség a generációváltásnak? Ugye általában jó hosszú időt ölel fel, de azért a fiatal nézőpont, az idősebb tapasztalt nézőponttal szemben általában szokott konfliktusokat, kisebb-nagyobb nézeteltéréseket okozni. Ilyenekkel találkoznak-e, ilyenek vannak-e a váltás során? Azt mondanám, hogy vannak és lesznek, de csak építő jellegű konfliktusok, és nem is nevezem konfliktusnak, hanem valamilyen szintű nézeteltérések, mivel ez várható, hisz két generáció szemszögéből próbáljuk a maximálisat kihozni, és ezért mind a két generáció úgy próbál és úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy abból csak sikersztorikat tudjunk faragni, és bízunk benne, hogy ez ennek egy sikeres eredménye lesz, egy olyan eredmény, amely egy pluszt fog hozni a
cégcsoport életében. Hogyha technikai újításokról kérdezem önöket, akár a Leko cégcsoportot nézzük, vagy adott esetben a Metrolexet nézzük, akkor történtek-e, vannak-e kilátásba helyezve, ugye hallottuk, hogy itt hosszú távra terveznek, folyton is hosszú kifutási idővel számolnak. Ilyen téren, technikai újítások terén vannak-e tervek, megvalósításra váró álmok? Hát igen, ugye a digitalizáció az egy motto a napjainkban, és ez is lesz a jövőre nézve. És ezért mi úgy ítéljük meg, hogy egy cég, amelyik hosszú távra fenn akar maradni, az lépést kell tartson a digitalizációval, és büszkén mondhatjuk azt, hogy a Leko és most már a Metrolex is ebben a szakmai körben, itt Romániában élen áll, úgy belső ERP vagy Business Intelligence rendszereket nézve, mint weboldal, webshopot nézve. Úgyhogy mi felismertük ezeknek a fontosságát, és próbáljuk továbbra is ezeket beépíteni a cég életébe, úgyhogy ebből maximális hasznot tudjunk húzni. Itt már elhangzott többször, hogy a csapat, hogy azért a sikerhez a csapat is nagyon-nagyon kell. Mit lehet elmondani a Leko Impex cégcsoport csapatáról? Azon túl, hogy ugyanazt a jövőképet látják, azon kívül azt, hogy jó velük együtt dolgozni. Mi jellemző a csapatra? Hát elsősorban a szakmaiság és a kitartás emelném ki, mivel nem is egy olyan munkatársunk van, aki akár több mint 20 éve a csapattagja, és sikeresen halad felfele a ranglétrán. És ez biztató jele annak, hogy jól csináljuk azt, amit csinálunk, és sikerült olyan embereket vonzani magunk köré, akik ezt minden nap hiszik, és ez alapján végzik a mindennapi tevékenységüket. Az, hogy 20 éve ott van, az azt jelenti, hogy jól is érzi magát, és meg is van becsülve, mert valljuk be, jelen pillanatban azért a fiatal generáció nem feltétlenül 20 évre kötelezi el magát egy munkahelyen, de hogyha jól érzi magát, akkor lehet abból 20, adott esetben 40 év is, meg nyugdíjazásra is lehet menni egy jól működő, sikeres cégtől. Jövőről beszélgessünk egy kicsit. Hogyan látja a jövőt a Leko Impex cégcsoport? Amikor a jövőre gondolok, akkor mindig a fejlődés és a bővítésről beszélünk, hisz az a cég, amelyik nem tervez fejlődést és nem tervez bővülést, az előbb-utóbb hanyatlásnak van ítélve. Ezért a Metrolex cég felvásárlása is ennek a fejlődésnek, a terjeszkedésnek egy része, és ezáltal itt a székelységben szerettük volna megerősíteni a pozíciónkat. Eddig is dolgoztunk, voltak partnereink, akikkel sikeresen dolgozunk mai napig, és egy jó kialakított kapcsolat áll fenn több éve, akár évtizede is. De úgy ítéltük meg, hogyha jelen vagyunk, akkor nagyobb lesz a siker, és amit mondtam már, hogy a Metrolex az egyelőre csak az ipari ágban érdekelt, ezt ki szeretnénk bővíteni a mezőgazdaságra is. Voltak és vannak a Metrolexnek is mezőgazdasági kliensei, de szeretnénk erősíteni a gépeladást is és a szervizt is. Hogyha egy 10 éves távlatban nézzük, akár a Lekót, akár a Metrolexet, akkor mit mondhatnának el, hogy így 10 év múlva ezt szeretnénk letenni az asztalra, és pezsgőt bontani, elkoccintani, hogy megvalósítottuk? Hát 10 éves távlatban benne van egy új logisztikai központ megépítése Marosvásárhelyen, a cégcsoport székhelyén, ahol nagyobb raktár, nagyobb irodahelyiséget, nagyobb kiállító helyiséget a gépeknek tudunk biztosítani majd, de ugyanakkor itt a székelységen is, Csíkszeredában vagy akár Udvarhelyen is új arculatot szeretnénk adni az üzletünknek,
bővíteni, gépeket kiállítani, és akár szervizt is megvalósítani. Hogyha adott esetben most a kliensként megkérdezem, hogy miért keressem fel önöket, akkor a marketing helyén mi lenne az a mondat, amivel adott esetben meggyőz engem, hogy önök a jó választás? Azt mondanám, hogy azért vagyunk mi a jó választás, mert mi nem csak egy terméket adunk egy bizonyos érték ellenében, hanem mi egy olyan hozzáadott értéket is adunk a termék mellé, amit nem sok helyen talál meg a vásárló, mivel a technikai csapatunk ezt lehetővé teszi, és ezért azt a tudást, amit adunk a termékek mellé, és azokat a jó tanácsokat, ezt nem mindenhol lehet megvásárolni. Nos, hát hogyha adott esetben kell nekem majd valamilyen mezőgazdasági gép, akkor most már tudom, hogy hová kell fordulni, és amellett, hogy hazavihetek egy jó minőségű gépet, hát tudással is fel leszek vértezve, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt, és azt kívánom, hogy 10 év múlva együtt kocincsunk majd Pezsgőt az új logisztikai központ megnyitásánál, vagy adott esetben az újabb fejlesztések megvalósításánál. További sikereket kívánok a Leco Impact cégcsoportnak. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen ezt a lehetőséget. Az imént bemutatkozott vállalkozást is az idő igazolja. A műsort a Médiatér készítette.